A hadgyakorlatban a szerbiai katonaság több mint 900 tagja vett részt, összesen 228 katonai erőforrást vetettek be, köztük 33 harci, valamint 62 más gépjárművet, 31 hajót, 13 repülőgépet és 89 műszaki eszközt. Alekszandar Vučić is szemlét tartott Titelben. Beszédében a szerb államfő hangsúlyozta, elég erősnek kell lennünk, hogy megvédjük Szerbiát minden lehetséges agresszortól. Zadovoljan sam, vojska Srbije je snažnija nego što je bila ranije, snažnija nego što je ikada bila, nije još dovoljno snažna, bit će još jača. A gyakorlaton a speciális egységek tagjai azt mutatták be, hogyan kell visszafoglalni egy a folyón elfoglalt területet. Vučić azt is aláhúzta, Szerbia harcászati téren néhány hónapon belül sokkal jobban áll majd, mint a környező országok. A szerb gazdaság fejlődésével kapcsolatban kifejtette, csak a teljesítmény számít. Mostovi, kojih ćemo napraviti desetostruko više, i putevi, i pruge, i plate, koje će uskoro biti za 60 i 65% više nego pre samo 5-6 godina. A gyakorlat után megállapodást írtak alá több kínai felszerelés átadására vonatkozóan. A szerb államfő hangsúlyozta, Szerbia jelenleg 40 különféle eszközzel büszkélkedhet. Ebbe beletartoznak a különféle hajók, a motoros szálnok, teherautók és egyéb utászeszközök is.